Úgy elszaladt ez az egy év olyan, mint hogy most ültünk volna itt hasonló körbe, és értékeltük volna ezt a nagyon nemes versenyt. Gergely Zoltán polgármester köszöntötte a Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz csatlakozott helybélieket a második alkalommal megszervezett verseny eredményhirdetésén szeptember 12-én a Jászárok Szállási Jászházban. Sári Kovács Szilvia programigazgató ötletgazda személyesen nem tudott részt venni a programon, ezért levélben üdvözölte a résztvevőket. Örömmel tölt el, hogy Jász-Nagykun Szolnok megye harmadik csatlakozójaként, Jászárok Szállás második alkalommal is csatlakozott kezdeményezésemhez, a legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz, és rendezte meg a legszebb konyhakertek helyi versenyt. Köszöntök minden kedves kertművelőt, aki 2021-ben is részt vett kertjével a megmérettetésben. Mindenki munkája érték, elismerésre méltó, és ami talán a legfontosabb, önök kertművelők, kertjeikkel nevezők a mérce, a példa minden magyar ember számára. Önök tudják, mekkora értéke van a földnek, a kerti munkának, és milyen jó érzés saját termést fogyasztani, adni belőle a szomszédoknak, barátoknak, ismerősöknek. A zsűri külön díjakkal, helyezésekkel, tárgyutalmakkal ismerte el a nevezők munkáját. A legjobb a kertjeit országos díjra jelölték. A pálházas pár második alkalommal nyerte el ezt az elismerést. Mi árokszállásiak vagyunk gyerekkorunk óta, falun vidéki városban élünk, tehát ez jön gyakorlatilag. Mindig is volt kertünk, ezután is lesz, próbáljuk hasznosítani. Nagyon nehéz volt az idei év, hiszen azért a szárazság és egyebek ugye az most azért itt nagyon rányomta bélyegét mindenre, illetve a Covid miatt is tavaly talán jobb, több időnk volt rá, mint idén. Most már azért egy picit így nehezebb volt, de ennek ellenére mégis több magas ágyásunk van, mint tavaly volt. Első díjat nyert, és az ország legjobbjai közé jelölték a Dobóúti óvoda közösségi kertjét is. Ebben az évben nagyon nehéz volt még a gyerekekkel is a kertbe kimenni, úgyhogy mi nagyon köszönjük a kertbarátoknak és az óvoda dolgozóinak, hogy segítségünkre voltak. A gyerekek nagyon aktívak, nagyon szeretik, főleg a termést betakarítani. Előszokott fordulni, hogy mondják, hogy ott egy hű van, ott elhervadt egy virág, és akkor, hogy akkor menjünk a kertbe, úgyhogy tulajdonképpen ők már ezt így, főleg a nagyobbak már szokták felhívni a felnőttek figyelmét, hogy menjünk a kertbe. Szintén első helyezést ért el a Rédei család kertje, ahol a zsűri több mint 40 féle termőzöldséget, fűszernövényt és gyümölcsfélét számlálhatott meg. A változatosság nem véletlen, fontosnak tartják, mi kerül a család asztalára. Próbálkozni kell. Lehet, hogy elsőre nem sikerül, majd sikerül másodjára vagy harmadjára, nem szabad sose feladni. Ami én számomra a legfontosabb, hogy nem mindegy, hogy a családnak mit teszek az asztalra. Sajátom, tudom azt, hogy nem vegyszerezem, tudom azt, hogy az finomabb. Benne van a szívünk, lelkünk. Mindig abba bízunk, hogy lesznek követőik. Lesznek követőik abba, hogy nem azt a házat keresik, hogy mindig kisebb legyen a kertje, hanem azt a házat keresik, hogy minél nagyobb legyen a kertje. Ezt szeretnénk tovább vinni, és erre nagyon lelkes csapat, akik itt vannak, és nagyon szívesen látnak vendégeket is, érdeklődőket a kertjeikbe. Én ezúton is nem győzöm köszönni nekik ezt, és nem győzöm köszönni a szervezőknek, hogy mindezt megcsinálták. A kiskertekbe fektetett munka néha olyan elismerésekhez vezet, mint amit a Magyarország legszebb konyhakertjei országos program versenyének erkölcsi elismerése jelent. A lelkesedés az idei évben is nagyon nagy volt a résztvevők között, és látszott az arcokon, akiket itt láthattunk, hogy örömmel érkeztek, és ez nem is csoda, hiszen az a munka, amit egész év folyamán a kertjük érdekében ők végeznek, az hihetetlenül áldozatos és odaadó munka, aminek tényleg itt ez az esemény egy keretet ad és lehetőséget teremt arra, hogy méltó elismerésben is részesülhessenek a résztvevők. A szervezők is résztvevők lelkesedését és hozzáállását látva nem kérdés, hogy a városlakói, a kiskertek gondozói a következő esztendőben is csatlakozni fognak az országos kezdeményezéshez.